Na, akkor elkezdem én most kivételesen, és akkor szeretném köszönteni vendégeinket, Kocó Pált, aki a Szilveszter Gimnáziumnak a református lelkésze, de tehát alapvetően református lelkész, de hát, mint lehet, mögötte lehet látni ezt rengeteg könyvet, azt mind olvasta, szóval egy rendkívül művelt emberről van szó. Nem biztos, de ott vannak. Illetve Fröldl Ádámot, aki pedig, hát nekem azt mondta, hogy ő egy magyar héber szakos hallgató volt annó a Pázmányon, és most a pénzügyben dolgozik, úgyhogy egy ideális írta és olvasta kombináció épült fel tulajdonképpen. Nem is, de a regényhez, ez mennyire passzol. Igen. Már a regény, mert itt még nem történt. Igen, és közben jöttem rá, hogy ez jó lesz, igen, hogy passzol hozzám ez az egész. És ugye a regényünk pedig Hályi Jánosnak a Cégvezető című műve, amely 2020-ban jött ki, és mi most olvastuk el, tehát hogy most fogunk majd róla beszélni. Innentől át is adnám Marcinak a szót, mert sokkal jobban szeretem, hogyha ő beszél. Nagyon kedves vagy, Timi. Én egyébként sok problémám van ezzel a regénnyel, nem az, hogy nem tetszett, nagyon tetszett, hanem kezdem a legtechnikaibbal, hogy régebben olvastam, tehát egy 3 hónapja olvastam, és ráadásul kiírtam magamnak jegyzeteket, hogy mi hanyadik oldalon van, majd odaadtam az Iminek a könyvet, úgyhogy nem tudom, hogy mi az, ami az a hanyadik oldalon van, ami ki van írva a jegyzetemben, majd megpróbálom ezt valahogy átkötni. És akkor én, ahogy írtam is nektek, én még a mentegetődzéssel akartam kezdeni, hogy általában egy ilyen egy-két oldalnyi jegyzetet összeírok egy ilyen beszélgetés előtt. És ez most nagyon-nagyon nehezen ment. És ezen gondolkodtam, hogy miért van az, hogy én nem tudom verbalizálni az ötleteimet erről a szövegről. És az egyik kolléganőm segített ki, aki szintén most olvassa ezt a regényt, és amikor még kerestük a vendégeket, és kérdeztem, hogy nem akar-e jönni, azt mondta, hogy ő addig biztos, hogy nem fogja ezt elolvasni, mert ő fizikai fájdalmat okoz neki az olvasása, annak ellenére, hogy nagyon élvezi. Egy bizonyos állapotban kell hozzá lennie, hogy rávegye magát, hogy tovább haladjon ezzel. Ahogy írtam nektek is, hogy szoktunk néhány ilyen ötletet felvetni az elején, szerintem az egy tök jó kiinduló pont, hogyha arról beszélünk, hogy egyáltalán mi az a szöveg. Mert ugye a regény maga többször mondja magáról azt, bocsánat, nem regény, hogy ugye tehát beszéd közben a narrátor gyakran használja ezt a fordulatot, hogy ez a regény, amit éppen olvasol, vagy mi is ez. Tehát, hogy ezt mindig idézőjelbe teszi, hogy mi akkor ez a szöveg. Igen, ez egyébként szerintem is érdekes. Mondjuk alapvetően azért vicces azt mondani, hogy valami nem regény, mert a regényről se annyira tudjuk, hogy az mi. Tehát, hogy ez nem az, amit általában regénynek szoktunk hívni. Mert ugye nekem az volt az emlékem, hogy a regénynek az a definíció, hogy a regény az az, ami bizonyos terjedelmet megüt, ami mit tudom én mennyi, és regénynek hívjuk. A 19. század óta van ilyen, azt hiszem, hogy bizonyos szöveget regénynek hívunk, és akkor ez a szöveg meg azt mondja, hogy ez meg nem regény. Nem tudom, hogy a regénynek milyen definícióját lehet pontosan adni, én sem tudom ezt, viszont van egy olyan érzés az embernek, amikor elkezd olvasni egy regényt, hogy hát ott akkor valahonnan, valahova el kéne jutnia, van valami cselekménynek kéne történnie. Na most hát ez egy minimális, ugye, ami van valami pici minimális előrejutás, nem mondhatjuk azt, hogy semmi, de nem sok. És ugye ez egyébként is jellemző Hály Jánosra, hogy állandóan ugrál az idősíkok között, hol ide ugrik, hol oda ugrik, ő már előre tudja azt, hogy majd mi fog történni, illetve mi történt, illetve erről-arról más az eszébe jut. Tehát valószínűleg ez a minimális cselekmény is azt sejteti, hogy nem annyira regény, ráadásul ugye saját maga is mint egy küszködik ezzel, hogy most akkor ezt minek nevezze. Az egész olvasás során az jutott eszembe, hogy ez olyan, mint hogyha leírok a gép elé, és egy ilyen baromira nagy ilyen beolvasást csinálok valakinek, ennek a cégvezetőnek, és hogy csak írom, ugye ez végül is alátámasztja az is, hogy nincs benne semmiféle fejezetcím, semmi, és hogy ugye hogyan így asszociatíven így tényleg ilyen csillagpontosan eszébe jut. Tehát, hogy ami a központban az ugye a cégvezető, hogy innentől kezdve tényleg mind idősíkokat, mind még a tért tekintve teret, meg főleg egyébként a főszereplőket, vagy így, ha nem is főszereplőket, de így a műnek a szereplőit, ugye körbejárva mindenféle, hát akár történeti szempontból, vagy hogy ugye ilyen életrajzi szempontból, hogy ki miért került oda, hogyan volt ott, tehát hogy
mint hogyha mindenkiről így kifejtene mindent, de hogy tényleg egy ilyen, kicsit ilyen ad-hoc jellegszerűen, ilyen hirtelen felindulásból történik az egész, legalábbis ez az embernek az érzése. Igen, nekem kicsit a Patrick versek jutottak eszembe, és azon keresztül, meg egyébként a nekem a narrátor az inkább egy ilyen a kocsmai élményeimből ismert legrosszabb, enyhén illuminált elbeszélő, aki nagyon meg akarja velem értetni, hogy rosszul csinálok valamit, és ezért indokatlanul közel haj az arcomba, rosszagú a lehellete, és szugerál, és viszont nincs már lényeglátása. Emiatt állandóan csapong, és ő se tudja, hogy mit akar mondani, mert elfelejti a mondat közepén. Hát mondjuk ki ezt az alapötletet, mert és sose tudjuk, hogy kikhez beszélünk, hát ha beszélünk olyanhoz, aki nem olvasta el a regényt. Hogy ugye itt van egy narrátorunk, aki egy, nem tudjuk pontosan kicsoda, de mindenképpen egy nagyon furcsa, misztikusba hajló figura, és itt ő ugye egyes szám második személyben írja ezt a regényt. Tehát ugye itt végig rólad van szó. Ezért aztán ezelől marha nehéz elhajolni, akkor is, hogyha nincsen cégbirodalmam, meg második házasságom. Tehát egyszerűen, hogyha ilyen következetesen beszélnek hozzád, akkor ezért ez mindenképp ki fog váltani. Nem tudom egyébként, ez egy másik kérdés lehet, hogy mennyire váltott ez ki belőled a könyvvizsgálatot, én nem érzem magam cégvezetőnek, de hogy ezért mégiscsak, tehát hogy sarokba van szorítva az ember, nem? Ez az egyes szám második személyű elbeszélés, ez egy nagyon furcsa stílus. Igen, ez szerintem kifejezetten előjött ebben a könyvben, hogy gondolkoztam azon sokszor, hogy most ki a megszólított. Mert ugye nyilván, ha első megközelítésbe veszük, akkor nyilván a cégvezető, hiszen őról van újra meg újra szó. Ugyanakkor az olvasó is egy megszólított benne. Ugye itt az előbb mondtad, hogy neked nincs második házasságod, nekem van második házasságom, tehát még ebben a dologban is tudtam magamat megszólítottnak érezni, még más vonatkozásokban is. De ugyanakkor sokszor még akár azt is lehet gondolni, mintha ő saját magához beszélne. Tehát pluszban még ő maga is lehet az ő másik énje, vagy hogy mondjam, és lehet egy megszólított. Nem tudom, hogy ti ezt éreztétek-e. Abszolút, én inkább ilyen időbeli kommunikációt éreztem, tehát hogy az is jutott eszembe, hogy a Hály Jánosnak azt mondám legszívesebben a regénynél kapcsolatban, hogy ezzel így nekem elkésett. Tehát, hogy én 16-7 éves koromban iszonyatosan örültem volna ennek a regénynek, de akkor ez még nem volt megírva. Mert akkor így punk voltam, és ez nagyon rájátszott volna erre az életérzésre, hogy pont azokat a dolgokat írja le ennyire szuggesztíven, ami azt az életformát állítja ennyire gorcső alá, amitől az ember a 16 éves korában, hogyha ilyen irányultság, akkor zsigerileg undorodik. Tehát, hogy ez az egész céges világ, a profit hajhászás, és most meg itt ülök és pénzügyön dolgozom. Tehát, hogy a kettő az akkor hogyan kommunikál egymással, ebben nagyon erős volt, de és akkor például a narrációnak az ilyen behajolós technikája miatt meg kifejezetten idegesítő olvasni. És akkor ezt még nem döntöttem el, hogy ez jóféle idegesítés, vagy nem jóféle. Van egy olyan önvédelmi mechanizmus, hogy elkezdem ilyen természettudományos leírásként olvasni, nem, hogy hogyan él a cégvezető, hova jár párzani, és hol veszi fel az élelmet, és akkor így egy picit távolabb lehet tőle maradni. De azért ez a szöveg, ez most is eléggé pánkos. Ez eléggé pánkos, és most ebbe az irányba biztos, hogy nem szeretnék elmenni, de hát azért, hogy van ez nagyon erős politikai vetülete van ennek a szövegnek. Teljesen elkerülni azért ez sem lehet. Egyébként pont amiatt a politikai vetület miatt távolítottam én magam el ettől a megszólítottól. Tehát, hogy én nagyon nehezen olvastam el, vagy hogy nagyon nehezen olvastam úgy, volt rá próbálkozásom, de hogy nagyon nehezen ment ezt úgy olvasni, hogy ez a regény ez nekem szól, hogy itt én vagyok megszólítva. Hanem sokkal inkább pont ezek miatt a politikai, meg rendszerváltás körüli viszonylag pontos történéseknek a felsorolásával, meg ilyen kórképekkel tulajdonképpen tökre jól eltávolította ezt az én világomtól, vagy hogy attól, hogy amiért én mondjuk felelősséget tudnék vállalni. Ezért érzem kicsit azt, hogy tényleg van ez a stílus, hogy egy ilyen alkohol lehellettű csávó így az arcomba hajol, és így mondja, viszont nagyon sok mindent tud, amit szerintem azért az átlagember kevésbé van ezzel tisztában. Szerintem ez nem egy ilyen intellektuális tudás
hanem inkább ezek jól vannak összerakva, ezek a narratívák, és jókor jött ki ez a szöveg. Tehát, hogy most nagyon sokan elkezdtek az ilyen politikai podcastekben is foglalkozni a rendszerváltással. Emiatt nekem például nagyon nehéz volt úgy olvasni ezt a regényt, hogy ez nem egy kapitalizmus kritika, hanem ez egy regény, ami egy cégvezetőről szól, és ez szimplán egy irodalmi alkotás, nem, tényleg nem egy ilyen kiáltványos szöveg. Én csak azt akartam mondani, hogy szerencsés vagy nem szerencsés dolog, de itt én kortárs vagyok a Jánoshoz, a szerzőhöz, és ezért sokkal több mindent, mondjuk így, hogy megélhettem már a rendszerváltás idején is, és ahogyan figyelte az ember az eseményeket, az is visszaköszönt. Tehát nem csak az újságokból köszönnek vissza dolgok, hanem amikor figyelte az ember, hogy most mi történik mondjuk a 90-es évek elején, nyilván ezt ti nem tudtátok így követni, akkor ilyesmiket gondolt, és azért volt sok esetben úgynevezett aha élményem, vagy hasonló, hogy ja igen, tényleg, erről én is így gondoltam, amikor ezt meg ezt megéltem. Szerintem nagyon sokszor úgy ír ezt a szerző, hogy a saját élményeit, a tapasztalatait így sűrítve hozza elő, és hát nyilván hol ekkorról, hol akkorról, majd visszamegy néha a gyerekkorára, vagy a fiatal, mit tudom, gimnazista korát idézi föl, és akkor azt, hogy körülbelül ezt hogyan élte meg. És ugyanez jön aztán a rendszerváltás idejére, meg néha ugye évszámokat is betesz, hogy el tudjunk tájékozódni 2008-at, meg nem tudom, miket emleget a művében. Igen, köszönöm szépen. Igen, na, mert pont ide szerettem volna összecsatolni, tehát hogy ez nem egy, tehát nem egy ilyen intellektuális tudást közvetít, hanem tök jól hoz olyan narratívákat a magyar társadalomból, így a rendszerváltás környékéről, meg előttről, amik létező narratívák. Tehát, hogy ugye ezek nem, vagy azt érzem, hogy ezek tényleg ilyen modellek csak, amiket itt hoz. Tehát ezek nem egy-egy konkrét történet, de nagyon jól adaptálható történetek. Mindenkinek van a családjában olyan, akivel valami ilyesmi megesett. Vagy ismer valakit, akivel valami hasonló történt. Tehát ez szerintem nagyon jól ki van találva. De hogy nem, ugye nem, és azért volt nehéz úgy olvasnom, hogy ez nem egy kapitalizmus kritika, meg nem a magyar rendszerváltásnak kritikája, hanem ez egy történet, amiben jók a karakterek. Igen, nagyon élők a Hungarista Laci bácsitól kezdve, az összes figura abszolút olyan, mint aki elmegy melletted az utcán. Én mégis azért visszahúznám oda egy picit, hogy ne, mert hogy tök igazatok van persze, és egyetértek, hogy itt a rendszerváltás haszonélvezői, az új gazdag életforma, ezekről, hogyha picik voltunk, azért akkor is voltak benyomásaink. De hogy itt mégiscsak arról van szó, és Pál mondta az előbb, hogy egy regény az mindig az olvasóhoz szól. Hát azért fölösleges picit azt piszkálunk, hogy ki a megszólítottja, meg mi vagyunk megszólítottja, akik elolvasunk. És hogy azért arról is nagyon sokszor van szó erről ebben a szövegben, hogy nem csak a cégvezető ilyen. Tehát ez a szöveg pont a cégvezetőről szól, de mindannyian ilyenek, vagy hát nem azt, hogy mindannyian ilyenek vagyunk, de ugyanilyen a Heidegger kutató. Ugye a Heidegger kutatónak nincsen birodalma, meg halmozott vagyona, de ugyanazt csinálja a feleségével, mint a cégvezető. Legfeljebb nem azt mondja, hogy nem tudom, vállalati meeting van, hanem azt mondja, hogy konferencia van a görög kollégákkal. Ugye ezek parányi párhuzamok, de azért mégiscsak azt mutatja, hogy nem egy életforma az, amiről ez a regény szól, hanem valami ilyen tudatállapot. És akkor azt mondom, hogy kapitalizmus kritika inkább egy ilyen rendszerváltás utáni Magyarország kritika ez, nem? Vagy egyszerűen a kispolgári megalkuvás, tehát hogy ahogy az ember megköti a kis kompromisszumait, hol rosszul, hol jól, de hogy végül feloldódik ezekbe a kompromisszumokba. Kicsit azt érzem, hogy az összes szereplőnél ez történik, és aztán egyébként ki is írtam egy idézetet, én Jerry Deron olvastam, ott a 181. oldalon volt, így szó lesz, hogy a korábbi lakónak az élete, hát mit lehet mondani róla, nem jól alakult, bár nincs olyan, hogy jól vagy rosszul, csak alakulás van mindenféle előjel nélkül. Tehát mintha egy a narrátor is ebbe így beleállna, hogy hát igazából most nem kell itt ilyen értékítéletet mondani, itt az a lényeg, hogy van az élet az zajlik, és akkor nem kell pró-kontra, nem kell jó-rossz, hanem csak ezt így fogadjuk be, vagy vegyünk róla tudomást, lehet, hogy ez kellemetlen, de ez történik. Egyébként ez engem kifejezetten idegesített, ez a fajta ilyen relativizmus a szövegnek. Nagyon nem szeretem, ha így áll hozzá egy
narrátor, vagy egész egyszerűen ez idegesítő, de lehet, hogy pont azért idegesít, mert hogy én is olyan vagyok, mint a cégvezető, hogy megkötöm a kompromisszumokat, és akkor lehet, hogy ezért idegesít. Szóval ezért nem tudom, hogy ez jó vagy rossz ez a szöveg, lehet, hogy nagyon jó. Azt akartam mondani itt közben, hogy én viszonylag gyorsan olvastam a könyvet, igaz, én is e-könyvben olvastam, de úgy sodort magával, tudnélik, úgy, szinte vártam folyton, hogy és akkor most, és akkor most, és akkor most, tehát mentem így tovább. Én felvetnék egy olyan gondolatot, hogy nem tudom ti, hogy láttátok, hogy tulajdonképpen a párkapcsolati témák, most nevezzük így egyszer, és a társadalmi témák, tehát a rendszerváltás, a politikai témák, ezek valahol nagyon összefüggnek egymással, és igazából nekem az jött le, hogy tulajdonképpen minden szereplő csak haszonelvűen, csak önzően, csak saját magára tekintve áll bele mindenbe, és ez kötötte egyrészt össze nekem sokszor ezt a kétféle vetületet, tehát a magánéletit, meg mondjuk így, hogy a társadalmi, vagy politikai, vagy közéleti vetületet. És nincs pozitív szereplő. Tehát nem tudunk egy olyat mondani, akire ugye azt mondhatjuk, hogy igen, ő mondjuk a pozitív hős. Nem tudom, ti, hogy láttátok ezt. Nem, alapvetően igazad van, meg szerintem ez egy tök jó gondolat egyébként, hogy a politikai változást, a rendszerváltást, meg ezt a 2000-es éveket összekötni azzal, hogy az mozgatórugója lehet a párkapcsolati dinamikáknak, amik itt működnek ebben a regényben. És hogy szerintem emiatt a párnak nagyon nagy részben igaza van, de itt azért megint belép az időbeliség, mert hogy szerintem a főszereplő házasság az elején az egy kifejezetten idealizált házasság. Tehát ott az mégiscsak így kiemel, tehát ott értéket tesz le a narrátor is egyébként a kapcsolat mellett, vagy értéket épít bele, tehát ahogy ott ábrázolva van a kapcsolat az elején, az mégiscsak egy szép és olyan emberi kapcsolat, ahogy mindenki valahogy szeretné indítani a házasságát. Most ez szerintem mindegy is, hogy utána ebben a kontextusban, a történet kontextusában az is igazából értékvesztett lesz persze, de valahogy mégis úgy érzem, hogy az kapcsolat indulása miatt azért vagy egy ilyen egérutat a regény, vagy egy ilyen lehetőséget, hogy akár hogyha folytatták volna, vagy mondjuk jó döntéseket tudnak hozni, akkor, amikor beáll egyfajta idill, akkor végülis az fenntartható is lehetett volna. De nem igazából a kapcsolat ment tönkre, bocsánat, hogy nem a kapcsolat ment tönkre, hanem a világ. Nem? Tehát, hogy Kál mondta, hogy az az összefüggés a párkapcsolati, meg a gazdasági szemétkedés között, hogy nem érdekel a másik ember. És ugye itt a könyv, az vizionál egy ősbűnt, ez az ősbűn, ez valószínűleg történelmi esemény, tehát az, amikor a rendszerváltást a magyar társadalom nem egy demokratikus fordulatként, hanem egy ilyen elképesztő lopási hullámként vizionálja, tehát hogy ugye a felelős szereplők azok nem értéket akarnak teremteni ebből, hanem ki akarják lopni belőle a benne meglévő értékeket, és ez az ősbűn, ami aztán tönkreteszi a házasságot is, ami tönkreteszi az összes ebb figurának a kapcsolatát, és ami ezt a végtelenül fosztott világot létrehozza. Még egyébként ilyen, ugye azt is mondja a narrátor, hogy nem mondom meg, hogy kiről beszélek. Ugye nem akarok a bíróságra járkálni amiatt, hogy megmondom, hogy ki vagy. De nagyon izgalmas módon, nyilván ugye szemét olvasót arra serkenti, hogy megpróbálja kitalálni, hogy kiről beszél. Van szerintetek itt egy figura? Tehát ez egy mintázott alak? Szerintem olyan nincs, aki egy lenne, hanem inkább az van, hogy neki figurákból van ez összegyúrva, és viszont nagyon konkrét dolgokra gondol ő szerintem olyankor, amikor ír egy-egy részletet, csak nem, hogy mondjam, nem egy emberre viszi végig szerintem. Ez az én gondolatom. Mert igazából nekem ez a gondolat, vagy ez az ötlet, amit most az előbb elmondtam, ez bebetonozódott, amikor megnéztem, ugye elhangzik egy név a regényben. Egyszer véletlenül azt mondja, hogy elmennek a temetőből, hogy ugye mi marad utána, teszi fel a kérdés, mi marad a birodalom után, és azt mondja, hogy majd elmennek ott az emberek a temetőbe, és amikor kiérnek a kapuhoz, akkor már arra sem emlékeznek, hogy kinek a neve volt kiírva. És ugye azt mondja, hogy és bocsánat, szó szerint idézek a regényből, ki a faszom, ez a Surányi Péter.
Ez úgy ott van egy név, ami egyébként tényleg nincsen több a regényben, tehát hogy nem hangzik el egyébként semmilyen más név. Nyilván rákerestem Surányi Péterre, szegény újságíró volt, nem még halt meg. Most halt meg, tehát nem, amikor a regényt írta a háj, akkor még nem. De nyilván akkor tovább gondolkozott volna a néven, hogyha ezt megtaláljuk. Ugyanis nem a Péter az érdekes, mert a főszereplőt egy csomó néven hívják, ugye azt mondja neki a nő, hogy Tamás, te fantasztikus vagy. Ugye, tehát, hogy nyilván ebben van egy elbizonytalanítás, és akkor így én is egyetértek azzal, hogy itt össze vannak kombinálva a figurák. De a Surányi név az viszont mégiscsak érdekes annyiban, hogy van viszont egy Surányi György, aki elprivatizálta az aranytartalékokat a rendszerváltás után, ő a jegybank elnök volt az első független. Na most azért ez nagyon rímel erre a szövegre, hogyha már véletlenül odaírok egy vezetéknevet. De hát tulajdonképpen ugyanúgy szól róla, mint bárki másról, aki mondjuk a feleségét fiatalabbra cseréli. És hát azért találkozunk ilyennel is, ha körbenézünk. Tehát, hogy tényleg az van, hogy szerintem ez a Surányi név például szerintem ugyanannyit, tehát ez pont ezt támasztja alá, hogy ez egy hatalmas nagy hóember, ami mindenféle izéből össze van gyúrva. Persze abszolút csak az oknyomozó képességeimmel akartam felvágni. Azt hiszem, hogy itt ami fontos lehet az, hogy ő egy bankelnök, nem? Tehát, hogy valószínűleg ez a lényeg. Mert egyébként lehetett volna bármelyik ugye egy bankelnök is, akár pont a, most nem itt eszembe, hogy ki volt 2008-ban egy bankelnök, aki egyébként pont a devizahiteleknek a bedőlésében volt fontos szerepe. Tehát, hogy ha őt adja meg, az is tökéletes referencia. Szerintem az a legjobb, hogyha onnan indulok, hogy a beszédmódja ennek a narrátornak, az ugye mennyire idegesítő, meg mennyire furcsa. És akkor itt van egy nagyon különös eszköz. Az, hogy eleinte, nem is tudom mikortól, mert nekem se tűnt föl rögtön, elkezd belekeverni stilisztikailag nagyon nem odaillő kifejezéseket a narrációba. Ezek sűrűsödnek egészen oda a regény kétharmadáig nagyjából, ahol már gyanús is volt, hogy ezek ilyen biblikus áthallások. Ugye, tehát kimondottan olyan szavakra, tehát olyan anakronizmusokra cserél közhasználatú igéket, amik egy ilyen biblikus szóhasználatot adnak a szövegnek. És azon a ponton, ahol ez már tényleg nagyon nyilvánvaló, mert már ilyen átkokról beszél, azt hiszem ezt emeltem ki egyébként a plakátról, most nem fogom előkeresni, hogy ott kezd el magáról beszélni a narrátor. Tehát amikor már nagyon fura lesz nekünk ez a figura, aki, ahogy mondott, hogy közel hajol hozzánk, és mint egy alkoholista magyarázza az arcunkba, de mégsem ilyen, mert akkor miért beszélne, hát most nem akarom ezt túl misztifikálni, de hogy egy picit addigra már az jut az eszébe az embernek, hogy ez valami ilyen arkangyal, nem egy ilyen büntető angyal, aki most így jött és lerántja a leplet erről a bűnös világról, vagy nem tudom. És azért azon a ponton elkezd magáról beszélni a narrátor, és ott mondja ezeket, hogy nem fogom megmondani a nevet, hogy ne kelljen a bíróságra járni, de nem titkos ügynök vagyok, és nem. Azt is mondja egyébként, hogy nem én vagyok a bosszú angyala, tehát ez benne van a felsorolásban, hanem így lerázza magáról ezeket tehát úgyse tudod kitalálni, hogy ki vagyok én. Sűrűsödést nem érzékeltem, de nagyon átszövi az egész regényt, rengeteg bibliai utalás van, mégpedig olyanok is, amelyek nagyon feltűnőek, tehát mondjam így, hogy mihez nem kell a Bibliát nagyon jól ismernie annak, aki olvassa és rájön arra, hogy ez az. De olyan is, ami ilyen egészen elejtett pici dolog. Lényegében véve azt lehet mondani, hogy szinte oldalanként, vagy két oldalanként jönnek elő ezek a bibliai utalások benne. Ugyanakkor viszont kifejezetten hát szembeszáll azzal, hogy létezne Isten, meg lenne, meg ugye, azt hiszem egy helyen írja azt a kifejezést, nem emlékszem, hogy hol, hogy benőtte a gaza helyét az Istennek, stb. Tehát nagyon el akarja távolítani magától, de nekem az volt az érzésem, hogy mintegy nem hagyja nyugodni őt. És amikor a Marci feltette a kérdést, hogy vajon mit gondolunk az Isten képről, ami itt megjelenik, akkor hirtelen nekem az jutott eszembe, hogy van egy keret, ami üres. Tehát, hogy van még egy Isten keret, vagy eredetileg volt benne, de most már csak egy keret van. Mert azt újra meg újra eltávolítja magát. És ez is érdekes, ugye, amit mondott Pál, hogy ahol az Isten hiánya keretben van rendezve, ott van az Isten, hiszen ugye a hiányával is jelen van.
De hogy amit mondtál Ádám még az elején, hogy ugye itt semmi sem jó vagy rossz, hanem csak úgy történnek a dolgok. És hogy ehhez képest viszont egy nagyon nagy váltás van a regény végére, ahonnan ugye már kimondottan ilyesmiket mond neki, hogy te bemocskoltad magad ezzel a pecséttel, ugye, hogy bemocskoltad ezt a nőt, magadra vetted, mint egy pecsétet, ugye a pecsét ez nagyon gyakran elhangzik, meg a tisztátalanság, és hogy ott viszont már nagyon egyértelműen az van állítva, hogy te értéket is teremthettél volna, és ehelyett ezt a poklot hoztad létre. Tehát ugye ez már nagyon nem úgy hangzik, mint hogyha nem tudtál volna jó meg rossz döntéseket hozni. Hanem bocsánat, kérek itt a pecsétnél megszólalnék, igen. Mert hogy van a tégy engem, mint pecsétet a szívedre az énekek énekébe, és itt ez a pecsét szerintem itt kettősen játszik, mint ahogy nagyon sokszor lehet kettős értelme a dolgoknak. Úgyhogy van az elején kifejezetten azzal indul, hogy úgy kezeli, aztán előjön például szintén az énekek énekéből az a részlet is, hogy erősebb a szerelem a halálnál, vagy valami ilyesmi. És egész pontosan nem tudom, de lényeg az, tehát ez a tégy engem, mint pecsétet a szívedre, ebben ez is benne van. Nem csak a pecsétnek a negatív oldala. Amit még én szerettem volna itt szóba hozni, az az anya, aki néhányszor meg van említve, és pedig elég hangsúlyos helyeken, mégpedig, most én nem tudom pontosan idézni, lehet, hogy nektek jobban megvan, hogy az anyát kérdezi, hogy az anya kérdezi, hogy fiam, így kell ennek lennie? Tehát majdnem így mondom, hogy ő az egyetlen, kicsit korrigálom saját magamat is, ő az egyetlen, aki úgymond pozitív szereplő, aki úgy érzi, hogy nem kell ennek így lennie, nem jól vannak ezek a dolgok így, és ő, hát mondjuk így, hogy mond értékítéletet, nem közvetlenül, hanem a kérdésével. Én ezzel egyébként visszacsatolnék egy korábbi mondatodra, amikor azt említed, hogy ugye itt van egyfajta ilyen szimbolikus bűneset a rendszerváltással, és hogy azt gondolom továbbra is, hogy pont, hogy így időben helyezi el tényleg az ilyen erkölcsi vagy ilyen értékpontokat, tehát hogy értékvesztésről szól a regény, és akkor ilyen szempontból tekinthető regénynek, hogy mintha ez a magyar társadalom értékvesztésének a története lenne néhány szabadon választott narratíva felhasználásával. Tehát, hogy valahol időben vannak olyan pontok, ahol tudunk értéket felmutatni, és a szöveg is, mintha felmutatna értéket, de ezt állandóan vissza is pontozza, hogy így visszaszedi, és itt meg arra akartam reagálni, amit a Marci mondott, hogy ugye a végén, mintha olyan lenne, mintha értékítéletet mondana a főszereplő fölött, de pont azzal, hogy állandóan a saját erkölcsi szerepét azt tagadja, vagy azt is kétségbe vonja, ezzel nekem olyan érzésem van, mintha a jó és a rossz is tulajdonképpen csak két szóvá üresedne ebbe a regénybe. Tehát az, hogy azt mondjuk valami, hogy jó, vagy azt mondjuk valami, hogy rossz, az valamilyen szempontból jó vagy rossz, de ezt az abszolút pontot is a regény végére már kihúz, és ilyen szempontból tök mindegy, hogy ő bibliai magasságokból ostorozza a főszereplőt, mert az nem lesz több, mint egyfajta szempont, az aktuális szempontja ott a beszélőnek. És egyébként ezért durva tényleg a vége, ez a teljes kiüresedés szerintem. Ugye itt a regényben többször elhangzik ez, vagy ez először nagyon így megütött, mert nem voltam rá fölkészülve, amikor itt konkrétan mondta, hogy az egyik ilyen kalandozás során az elbeszélő, hogy ugye lehet, hogy miről beszélünk, hiszen ugye Isten nem létezik, és hogyha, vagy tulajdonképpen innentől nézve, akkor ugye, hogyha ebben a rendszer, minden, szóval, hogyha ebben a rendszerváltás utáni világból ugye kiszedjük ezt az Istent, és ugye az Istennel tulajdonképpen ugye kiszedjük az erkölcsöket is, meg ugye mindent erre a világi törvényre vezetünk vissza, mert ugye az anyuka is ugye azt kérdezi tőle, hogy ugye lehet ezt csinálni, és ugye mindig azt válaszolja rá, hogy minden szabad, amit ugye nem tilt a törvény. De hogy ugye azt ott talán valahol talán ki is emeli, hogy az erkölcsileg ugye bár nem állja meg a helyét, de hogy ugye az erkölcs az egyáltalán miből fakad, ugye, hogy honnan van maga az erkölcs, hogy egy ilyen rossz vallási beidegződés, vagy hogy tényleg az embernek a belső indítatása, vagy valami értékítélet, hogy ugye, hogyha másikkal valami
tehát hogyha másiknak valamilyen hátrányt okozok, akkor az valószínűleg nem egy, akkor az valószínűleg nem jó, még akkor is, hogyha ugye a törvény ezt a dolgot nem tiltja, mert ugye a törvény egyszerűen nem tud mindennek utána menni. Tehát, hogy kellene lenni egy ilyen belső értékítéletnek, de talán pont azzal, hogy már az Istenben sem hisznek, vagy hogy eltűnik ebből a világból, vagy talán benne sem volt soha, voltak éppen azt kérdőjelzi meg, hogy az erkölcs az egyetlen honnan származik, vagy hogy honnan került ebbe a társadalomba. És itt ebbe a pénzvilágban viszont tényleg hűlt helyét látjuk. Tehát, hogy sehol nincsen. Mégis a legvégén a regénynek valahogy így egy olyan olvasata van, hogy látod, sokkal jobb lett volna, hogyha erkölcsös maradsz, és nem váltod le a feleségedet az új csajra, meg azért, mert ez a szokás, mit tudom én, mert akkor az a megteremtett érték, amit együtt létrehoztatok, legalább egy kicsit még megmaradt volna, úgyhogy az így megmarad, nem ez ugye próbál is vissza csatolni, hogy fölhívja az exét, hogy hát, hogy nem lehetne még egy picit esetleg újra kezdeni a dolgokat, de hogy ez már így megszűnik, hogy ez az élet. Igen, és egyébként ez azért érdekes, mert nekem nagyon tetszik ez a, nagyon tetszik, lehet, hogy én mondtam, hogy ez a rendszerváltás utáni értékvesztettségnek a regénye lenne így egészében, tehát hogy a magyar társadalomnak ez az értékvesztése. De hogy ezzel még univerzálisabbá teszi, mert hogy ez, hogy ugye hova lett az Isten, ez viszont nem egy magyar vonatkozású kérdés. Tehát én is nem akarok Nietzsche nevével dobálózni, de hogy azért értitek, hogy itt nem azt mondja, hogy nincs Isten, hanem azt mondja, hogy Isten volt. Csak olyan mélyen van eltemetve, hogy már senki nem emlékszik, hogy hol. Ugye azt mondja, hogy ahol a Pista bácsiékat agyonverték a színes fém gyűjtő cigányok, ott, ahol a tanyájuk volt, és már úgy befújt a szél meg a por, hogy azt se tudják, hogy melyik dombon volt, hogy Sanyinak vagy Pistának hívták volna el. Na olyan az Isten nekünk. Azt szerintetek egyébként nem fura, hogy tényleg, hogyha mondjuk úgy olvassuk ezt a dolgot, mint egy rendszerváltás utáni Magyarországnak mondjuk a kiüresedése, mert hogy itt tulajdonképpen lehet. És hogy nem furcsa az, hogy az erkölcs az ebben a szocialista világban, ami tulajdonképpen sok esetben üldözi a kereszténységet, üldözi a vallást, hogy mégis az erkölcs az ott megvan valahogy. Hogy valahogy így manapság is, én szoktam azt érezni, hogyha megnézek egy ilyen, nem tudom, egy rendszerváltás előtti műsorokat a tévébe, hogy ők sokkal több értékkel bírnak, mint mondjuk egy éjjel-nappal Budapest, ami tulajdonképpen itt ugye a pénznek az oltárán áldozza fel tulajdonképpen a kultúrát. És hogy ez a szocialista világ, ez nem ilyen. De akkor mégis a szocialista világnak ez az erkölcsösség, ez mi alapszik, hogyha nem a valláson? Mert hogy nem azon alapszik. Nekem pont egyébként pont ez a része volt iszonyatosan fontos, hogy erről rettetesen sokat tudok beszélni, nem tudom, hogy lesz-e értelme, mert sok mindent gondolok, de nem biztos, hogy fel fogom tudni ezt építeni. Nekem van egy olyan érzésem, hogy ez egy ilyen hármas szimbólum, tehát hogy van egy ilyen háromszöge ennek a regénynek, ez a kereszténység, zsidóság, szekularizáció, pont így ahogy jön a rendszerváltás, és hogy ennek a háromnak van egy viszonya a főhősön belül. És ezt beleépíti a főhősbe. Egyébként azért nagyon jó ez a narratíva, amit a főhősnek ad, mert ez bár nyilván nem minden zsidóra jellemző, sőt, rengeteg zsidóra talán valószínűleg a legtöbbre nem jellemző, vagy csak egyes elemeiben, de ezek megtalálhatók egyes, hogy megtaláltak olyan, vannak olyan családok, meg biztos, hogy van a zsidó barátomnak is olyan zsidó ismerőse, akiknél hasonló történetek előfordultak, és ezek valós reakciók egy családon belül például a holokauszt traumára, meg valós reakciók arra, hogy eltörik a hagyomány. Szerintem itt nagyon fontos az, ennek a főhősnek az életében megszakad a hagyomány folytonossága, és nem tud visszanyúlni ahhoz, amihez szeretne. Ezért jön be igazából ezért pontozza ellen a zsidóságot ez a kapitalista értékvesztettség, ez az ilyen szekularizáció, hogy akkor fogyasztás, meg menni kell előre, meg dolgozni kell, és hogy ugye van ez az eltört óraolvasó, ez az ezüst óraolvasó, amit azért mégiscsak őrizget, meg ugye itt jön be ezeknek a kvázi zsidók által írt, de mégis nyugati kultúrás termékeknek a fogyasztása, elutasítása, az ezekhez való viszony, az Izraelhez való viszony, ez mind ezek ilyen érvényes, a 90-es években felmerülő kérdések, ahogy rászakad a társadalomra a kvázi szabadság.
Ami szerintem izgalmas az az, hogy ez a, mind a három, vagy ez a három elem, ezek egymásnak a nem az ellentétjei, de hogy mindegyik a valamelyikből való kilépés. Tehát a kereszténység az kvázi a zsidóságból lenne egy kilépés a többségi társadalomhoz tartozással, a szekularizáció az meg a kereszténységből való kilépés lenne úgy, hogy az értékvesztéssel, tehát hogy kvázi az anyagi javaknak a gyűjtése lépne annak a helyébe, ami mondjuk a szeretet meg a szolidaritás, amit elvileg a szocializmus hirdetett, és innen egyébként teljesen jogos az, amit az Imi mondott, hogy a szocializmus mintha valami fajta ilyen vallásos édenkertként lépne fel, még ha nagyon-nagyon lesarkítva is, és a zsidóság az meg valahol meg a családi idill, vagy egyfajta ilyen családi biztonság lenne, amihez meg nem lehet visszatalálni, mert az eltört a 20. századi traumákkal. És hogy ez a három folyamatosan konfliktusba kerül a főhősön belül. És szerintem nagyon jól bontja ki a regény ezt a részét. Én arra jöttem most rá, hogy milyen sok dologról szólt ez a regény. Azért, mert az, hogy rendszerváltás előtt itt lenne valami erkölcs, amit meg lehet védeni, az iszonyatosan nem támasztja alá. Tehát ennek a főhősnek az apja ugye embereket ver agyon az Andrássy útnak a pincéjében. Majd aztán öngyilkos lesz, amikor ezt nem tudja feldolgozni. És ezeket is ilyen várándítva meséli a narrátor, mert azt mondja, hogy mi egyébként így ezt csináljuk itt évszázadok óta, vagy lehet, hogy évezredek óta. Tehát nem tűnik úgy, mintha itt lenne valami aranykor, nem hogy szocialista aranykor, hanem semmilyen aranykor, nem, mert ugye aztán ott a kalandozásokkal is viccelődik, ugye csak a magyarok hívhatnak kalandozásoknak egy ilyen borzasztó bérengzést, mint amiket. Tehát, hogy ezekkel azért leszámol ezekkel a sztereotípiákkal. És hogy az a tudatosság, amivel ilyen nagy időtávlatban lefed egészen idáig, amit elmondtál, mert tök igazad van ebben a három osztatóságban, nagyon tetszett, ahogy kifejtette, hogy az jutott róla eszembe, ahogyan a francia meg az orosz realisták próbálják a társadalomnak az egészét lefedni. Ugye az összes traumánkkal egyszerre szembesülni. És attól lesz ennyire nyomasztó és olvashatatlan ez a regény, mert ha kiválasztanál egyet, és valahogy pontot tennél a végére, az is nagyon nehéz. De az, hogy így egymásra dobálod őket, tessék, keressetek benne kapaszkodó, szocialista értékeket, aha, hajrá, ügyesen. De kimondottan gonosz, azt gondolom ez a szöveg. Mármint az olvasójával, meg annak a kis lelkével. Van egy párbeszéd, ahol tök jól kijönnek ezek az ellentétek. Ugye van az a vidéki gyár, ahova lemegy a főszereplőn, fel akarja vásárolni a leromlott gyártelepet, és akkor ott beszél azzal a gyárigazgató, vagy azzal aki alelnöke volt a gyárnak, ugye nem az igazgatója, és végül saját pénzen ugye megveszi kárpótlási jegyekből ezt a területet, és megpróbálja újjáéleszteni. Ő egy tipikusan olyan karakter, aki a 90-es évek előtt értelmezhető, és nem hajlandó változtatni az értékeit, és nem hajlandó adoptálódni a 90-es évekhez, vagy a 2000-es évekhez, és ebbe bele is bukik. És ezt szerintem tök jól alátámasztja azt, amit az Imi mond. Ugye itt a párbeszéd is, ami zajlik a cégvezető és a között, az ember között is, az is egy, valahogy úgy van ábrázolva, mint egy dinoszaurusz beszélgetne egy űrkutatóval. Tehát, hogy így elmennek egymás mellett ott a történetek, de mégis szimultán vannak jelen ezek a narratívek, és ott egyértelműen egyébként a cégvezetőnek a tevékenység, hogy ő úgy állít elő pénzt, hogy nem állít elő terméket, hanem csak megforgatja a tőkét, és ezzel állítja elő a pénzt. Ezzel áll szemben az alelnök, aki meg ugye termelt, ugye szerintem ez egy vasmű. Tehát, hogy fizikailag állítanak elő terméket, emberek a fizikai munkájukkal, és annak a gyümölcsét élvezik családok. Tehát, hogy ez egy ilyen, a 90-es évekből nézve egy ilyen idilli állapot, meg egy fajta erkölcsi talapzat, hogy a két kezeddel előálltasz valamit, azért kapsz valamit, ez egy érték szemben a tőkeforgatással. Picit vitatkoznék azzal a gondolattal, hogy ez egyértelműen a úgymond a rendszerváltás értékvesztésének a regénye lenne, mert úgy érzem, hogy tulajdonképpen a múltból előhozott egyéb példák sem állnak erkölcsileg magasabban, inkább csak más formáik jelennek meg. Ha tetszik, akkor lemesztelenedik az egész, sokkal jobban láthatóvá válnak a negatívumok, mint az előtt váltak. Tehát inkább nagyon általánosnak azt érzem, egy ilyen negatív képet, hogy nincs olyan, hogy valaki jól csinálja. Nincs olyan, hogy valaki
mondjuk önzetlenül csinálja, vagy a szolidaritás, hogy tényleg megjelenne. Még egy dolgot akartam, egy másikat az iméhez, amikor előhozta a szocialista erkölcs dolgot. Megint csak azt kell mondom, hogy koromból fakadóan, én nagyon sokszor hallottam a szocialista erkölcsről annak idején, és tulajdonképpen azt lehet megállapítani, hogy amiket mondjuk a 70-es években, vagy a 80-as években a szocialista erkölcsről mondtak, azok nem különböznek értékeikben attól, mint amik mondjuk a keresztény erkölcsről mondható, csak más megindoklással, de végül is az, ahova el akartak jutni, hiszen az volt meghirdetve, hogy mi most a szocializmusból haladunk a kommunizmus felé, és azt fogjuk elérni, az lényegében véve az eszkatológia, tehát az Isten országa, vagy nem tudom micsoda. Tehát. És akkor oda kell haladni, és ahhoz megvannak az átvett értékek, tulajdonképpen nagyon hasonlítottak a szocialista erkölcsként emlegetett értékek ahhoz, amiket mondjuk kereszténységben is esetleg említenek. Ez nekem nagyon tetszik, most az jutott eszembe, hogy tök jó párhuzamba lehet azt állítani, hogy ezen az alapon, hogy a szocializmus az tulajdonképpen egy kereszténység nélküli keresztény erkölcs, és utána amikor megjelenik az, hogy a karácsonyról elkezd gondolkodni a narrátor, meg a főszereplő, hogy ugye ott a fogyasztás jelenik meg a énekeljük a karácsonyi énekeket úgy, hogy igazából csak annak örülünk, hogy együtt vagyunk, közben meg a pakisztáni gyerekmunkások által legyártott ajándékokat adogatjuk egymásnak, és hogy az meg olyan, mintha meg lenne a kereszténység formája a tartalom nélkül. Tehát, hogy a kettőnek kéne valahol összeérnie, de az nem tud. Mert hogy ezek csak egymás nélkül léteznek valamiért. Magyarországon legalábbis, tehát azt nem tudjuk valahogy összehozni, hogy a társadalmi rend az tükrözze a keresztény szeretetet, közben viszont ne lőjünk bele a Dunába mondjuk lelkészeket meg papokat. Na de figyeljetek csak, mert azért itt mégiscsak van egy igazságtétel. Ilyen, akkor karmikus, vagy nem tudom, hogy mondjam, hogy még valamit beledobjunk, ami eddig nem volt benne. Bár ugye ott van a feleség, aki meg el akar utazni Tibetbe, hogy megtalálja a belső békét. Hogy ez az ember, ez tönkre teszi az életét. Ugye, tehát, hogy itt azért az ő döntései, amik nem számítanak kirívóan rossz döntéseknek, ezt mondja is egyik ponton a narrátor, hogy én igazából nem tudok rajtad mit számon kérni. Ugye, tehát, hogy nem csináltál semmi különösen szörnyűt. Csak a korodnak a tipikus figurája vagy. És ez oda vezet, hogy a megpecsételt szörnyű foltjaiddal előbb szomnyaktörést szenvedsz, ott nem tudom, hogy beesik ebbe a betonvályukba ott azon az építkezésen, és akkor felépülés közben rá kell jönni, hogy ő gyűlöli az új feleségét, de hogy a múltban meg nem lehet visszamászni. Tehát, hogy végül az a végső kétségbeesés, amiben ott van hagyva ez a fickó, az alapján ez lehetne egy ilyen dammese is, nem? Ez van egy igazságtétel. Van egyébként is, hogy én mindenkinek szól, mert hogy annyira bántóan átlagos ez a csávó egyébként, hogy ezt a titkárnőivel jön össze, és ez mennyire sablonos, és hogy tulajdonképpen minden egyes ilyen tette, tulajdonképpen egyik se különleges, tényleg ez egy olyan, aki nem a legfelső 100 között van, de ott azért alatta helyezkedik el valahol. Tehát, hogy így tényleg egy bántóan átlagos csávó, aki nem kifejezetten értelmes, nem kifejezetten okos, nem is igazán művelt, mert egy-két csak ilyen bevillanása van neki egy-két dologról. A történet meg maga az elején úgy indul, hogy tényleg, ahogy beszélgetnek a barátaikkal, vagy a barátaival beszélget a kocsmában, a narrátor megjegyzi, hogy ez egy olyan történet, amit még elmesélni sem érdemes, mert annyira középszerű. És az jutott eszembe, hogy valami olyasmit írtam föl, hogy azért borzasztó az a regény, és hogy azért nem a valós cselekmény a cselekménye, és azért próbáltam egy ilyen nagyobb ívű cselekményt keresni neki, mert ha végülis összefoglalnám ezt a regényt, akkor ez egy a világ legközépszerűbb, világ legátlagosabb, legközépszerűbb magyar emberéről szól, az egyik legátlagosabb korszakban, aki még a feleségét se tudja rendesen megcsalni. És hogy ez ennyi. Tehát erről írni egy regényt önmagában ez tragédia, és egyébként szerintem ezért is van ez a beszédmód, amivel viszont feldobja, és azért van az, hogy a narráció viszont ennyire különleges, mert az dobja fel a regényt, az adja el ezt a szöveget, hogy félbehagyja ugye időnként a mondatokat a bekezdés végén, és így folyatja át mindig az újabb szálat. De ha ez nem lenne, akkor nem olvasnánk ezt a regényt. Legalábbis én nem. Fölépítő egy cégbirodalmat,
csak pont az az érdekes, hogy az az energia, amit ebbe beletesz, azzal az erővel csinálhatott volna valami értékeset is. Tehát, hogy ennyiből nem teljesen középszerű, hogy nekem nincsen cég irodalmam, szerintem nektek sincs. Azt akartam viszont még mondani, viszont ide kapcsolódik szorosan, hogy picit mi történeti betületbe tettük ezt a dolgot újra meg újra. Pedig hát ugye ez egy 2020-as regény. Tehát, hogy mit jelent ez a regény 2020-ban, azért arra is érdemes felfigyelni, hogy ez az életmód, ami itt ábrázolva van, az egyáltalán nincsen megbélyegezve. Ugye? Hogy a társadalom azt mondja, hogy ügyes fickó. Nem? Milyen szép a új felesége. El tudnak utazni ide-oda. Nem? Tehát, hogy nagyon furcsán megfordítja ezt ez a szöveg, ami a legsötétebb nyomorként mutatja be ezt az életformát. Mert tényleg ennél rosszabb már nem nagyon lehet egy embernek, mint amilyen az életvezetőnek. De szerintem egyébként tipikusan az, hogy az Instagramra kiteszel képeket, közben meg romokban van az életed. Tehát, hogy ez lehet, hogy a felszínen így megvakargatott a szilikonnál, még nem nagyon látszik, hogy ez mekkora szarkupac az egész, de azért, ha mélyére állsz, és tényleg a valódi értékeket keresed, akkor azért nem találsz benne semmit. És igen, ez mondjuk egy érdekes kérdés, hogy a mai magyar társadalomban ez mondjuk mennyire számít követendőnek, meg a celebek élete, nem tudom, hogy jaj, ennek mennyire jó, aztán közben meg évente új és újabb kapcsolatokba ugranak bele, és az ember csak néz, hogy most akkor hol tartunk. Van valami kapaszkodó, nem? Tehát, hogy valahol itt az ember tényleg még az annak örül legjobban, hogyha egy ilyen kis senki. Mert akkor legalább az én életem valahogy így arról nem kell ilyeneket, ennyire szörnyű dolgokat elmondani, mert lehet, hogy nincsen cégem, de mondjuk feleségemet se csalom meg, mert nincs kivel, vagy nem tudom. Tehát, hogy érted? Tehát, hogy egy ilyen még az átlagos... Való a boldogság, igen. Csak legyek annyira középszerű, hogy az adóhatóság se figyeljen fel rám, és akkor boldog leszek. Én annyit akartam csak visszacsatolni az aktualitására a szövegnek egyébként, hogy ez tök jó kérdés, hogy 2020-ben ez mit jelent. Szerintem most pont nagyon erős a rendszerváltásnak a kritikája, most már nem csak jobb, hanem bal oldalon is, tehát rengeteget foglalkoznak pont most a rendszerváltással, úgyhogy ez egy rohadt jó témaválasztás volt, a rendszerváltás most kezdett nagyon érdekes, mert szerintem most telt el annyi idő, hogy már egy bizonyos távolságból egy bizonyos objektivitással lehet szemlélni. Miközben egyébként egy élő valami. Meg szoktam mutatni a videónak a végén, hogy ezen a linken lehet elérni az előző beszélgetésünket, ahol a kötelező olvasmányokról és a kánon szerepéről beszélgettünk, nagyon izgalmas, és itt pedig a szimpatikus, bajszos fiatalemberen lehet feliratkozni a YouTube csatornára, hogy minden más adást is hozzáférhető, könnyen hozzáférhetővé váljon. Sőt, akkor most még azt is elmondom, hogy a jövő hónap elején pedig az ötödik pecsétről fogunk beszélni, ami azt gondolom, hogy szintén nagyon izgalmas. Hát az is egy érdekes. Igen. Várjuk izgalommal. Köszönjük szépen, hogy jöttetek. Köszönjük. Én nekem teljesen mást jelentett a végére a regény, mint az elején, úgyhogy köszönöm szépen. Végül még én is megszerettem, igen. Köszönjük szépen. Köszönjük szépen a lehetőséget. Köszönjük is. Sziasztok! Sziasztok! Sziasztok.